Sziasztok, Juhász Zoltán vagyok, és az a feladatunk, hogy határozzuk meg ezen a helyen gravitációs gyorsulás mértékét, mégpedig az úgynevezett elektronikus ejtőgép segítségével. Az itt látható eszközök közül ez egy úgynevezett univerzális számláló berendezés, amely jelen pillanatban egyszerű időmérőként funkcionál. Ehhez csatlakoztatva van egy mágneses kioldó. Ezen kioldóval tudok rögzíteni akármilyen vastárgyat, például egy ilyen gyönyörű, szép, harmad színű, másfél centiméteres acélgolyót, föl is illesztem. És hogyha kioldónak ezt a gombját megnyom, akkor egyrészt leesik az acélgolyó, másrészt elindítja az idő mérését. Az acélgolyó becsapódva a lent látható kapcsolóba, a kapcsoló pedig megállítja az időmérést, magyarul meg tudom mérni, hogy a bolygó mennyi idő alatt esett le. Megmérve a magasságot, az S egyenlő A per 2 ször T négyzet összefüggésből a gyorsulás mértéke, azaz jelen pillanatban a gravitációs gyorsulás mértéke meghatározható. Természetesen nem állok meg egy mérésnél, több-több helyzetben, illetve akár ugyanezen helyzetben is többször-többször megismételve a mérést, különböző gyorsulásértékeket kapok, és ezen gyorsulásértékek átlagát tekintem a jó végeredménynek. Kezdjük is el magát a mérést, akkor elsőnek megmérem, hogy magát a bolygót milyen magasságból ejtem le. Nézzük is meg. Ez a magasság jelen pillanatban 143,3 cm. Írjuk is fel. Az első magasság 143,3 cm. Ezután bekapcsolom a időmérőt. Tehát 537,1 millisekundumot mértünk. Fel is írom. Tehát 537,1 millisekundum. Megismétlem a mérést ugyanennél a magasságnál. Ebben van második mérésünk. Lényegében ugyanennyi, tehát 537,1 millisekundumszor. De mérjük meg harmadjára is. Jó, tehát a harmadik mérésünk 537,5 millisekundum. Közben jó messzire elgurult a golyó, ott megyek, és ismételjük még a mérést egy másik magasságnál is. Mondjuk ennél a magasságnál. Mérjük meg. Tehát 1 méter és 12,8 cm, tehát 112,8 cm a második mérési magasságunk. És ugyanígy mérjük 3-t. Tehát első mérésünk 478,4 millisekundum. Második mérésünk 478,3 millisekundum. A harmadik mérésünk
479,8 millisekundum. Majd egy harmadik magassággal is ismételjük meg a mérést. Nincs is egy méter, ez 90,3 centiméter. Ez a ugyanígy távolmérés itt is. Beállítva, első mérésünk. Két tized millisekundum. Második mérésünk. 426,9 millisekundum. És a harmadik mérésünk. 426,8 millisekundum. Természetesen lehetne még többet mérni, és még nagyobb magasságból. Ezt az idő rövidsége miatt nem tesszük meg. A kiértékelést pedig végezzük el a táblánál. Nézzük akkor magát a számolást. Ugye három különböző magasságból ejtettük le a kis golyót, és mindegyik esetben 3-3 és újra csak 3 időértéket mértünk. Hogy ne húzzuk az időt, már eleve a táblára ezen időértékek átlagát nyújtam föl. A gravitációs gyorsulást a H egyenlő g/r 2-ször t-nézet összefüggés segítségével fogjuk meghatározni. Rendezzük át ezt az összefüggést. Ebből azt kapjuk, hogy g egyenlő 2-ször h/r t-nézet. Ebbe behelyettesítve a mért értékeinket, a következő eredményeket kapjuk. Én ezt már kiszámoltam, hogy ezzel sem menjen az idő. Az első esetben a gravitációs gyorsulás nagysága 9,92 m/s² adódik. A második esetben 9,85 m/s, és a harmadik esetben pedig 9,87 m/s. Vegyük ezen értékek átlagát, tehát g átlag egyenlő, szumma i gi osztva a mérések számával, azaz n-nel. Ha ezt kiszámoljuk, ez 9,88 m/s² adódik. Tehát jelen mérés alapján azon a helyen a gravitációs gyorsulás nagysága 9,88, ami nem is olyan rossz végeredmény. Hozzá kell tenni, hogy ez egy direkt mérés, és a rendszer tehetetlensége elég nagy, különben is ugye kis magasságokból ejtettük azt a golyót, így tapasztalunk némi eltérést az irodalmi értékhez képest. Természetesen más módszerekkel is meg lehet mérni gravitációs gyorsulás nagyságát, amely pontosabb eredményhez is vezet. Köszönöm szépen, viszontlátásra!